50. tavaszi tárlat megnyitóján vagyunk, eljutottunk az 50-es számig. Nem biztos, hogy sokan tudják egyébként, hogy a tavaszi tárlatnak az eredője, hogy annak idején mi volt ez. Ne tekintsük vissza, hogy miként indult, és már a mivé lett. Igen, tulajdonképpen ma már szinte természetesnek tűnik, hogy van ilyen, ugye a köztudott tavaszi tárlat, őszi tárlat, de hogyha az elejét akarjuk ennek az egésznek nézni, akkor vissza kell mennünk a 19. századra, amikor valójában kialakultak a mai kiállítások elődei, és igaziból talán sokan hallottak arról, hogy tavaszi szalon, őszi szalon, tehát ezek ugye egy kicsit ez a szalon név lejáratódott, aztán utána megint rehabilitálódott, de igaziból ezeken a szalonokon a művészek a legújabb műveikkel szerepeltek, és hát tulajdonképpen meg akarták mutatni azt, hogy éppen hol tartanak. Ezek nagyon komoly, tehát annak idején ugye nagyon komolyan vették ezt a kritikusok, a művésztársak. Aztán a másik rendszerben, ugye a szocializmus ideje alatt is éltek a tavaszi, őszi tárlatok, hát inkább ugye egyfajta átpolitizált, vagy legalábbis bizonyos szempontból, ugye attól függ, hogy mikor lesz belőlük országos tárlat. Azt hiszem, hogy az sem volt egyértelműen elítélendő, hiszen nagyon sok mindent meg lehetett tudni, és ugyanúgy láttuk, hogy ki merre tart, amennyire ugye megmerte mutatni, hogy éppen valójában mire gondol. Aztán úgy lefutott ez, lecsengett. Manapság megint vannak tematikus, tehát nem tematikus, hanem szakirányú szalonok, amelyek visszakapták szépen ugye a rangjukat. Különféle, tehát festészeti szalon, grafikai, a műcsarnokban ugye voltak az elmúlt években ilyenek. A tavaszi és őszi tárlat pedig ugyanúgy előfordul Magyarországon is, több nagyvárosban, de nagyon ritka, azt hiszem, hogy egy ilyen kerületi szinten azt mondhatjuk, hogy 50. tavaszi tárlatnál járunk egy helyi galériában, és azt is mondhatnánk, hogy ez úgy indult, hogy néhány művész, néhány helyi művész kezdte, aztán lett belőle ilyen délpesti régió művészei, szomszéd kerületek művészei, és úgy jutott el odáig, hogy most már teljesen nyitott a tárlat, hát amennyire beférünk, ugye, mert hát van egy területi határunk, és egyre többen vannak akik, tehát inkább az a probléma, hogy be tudunk-e engedni másokat is, akik szeretnének. Tehát ez nagy öröm tulajdonképpen. A szakmai megítélése az, azt hiszem, hogy büszkék lehetünk rá, hogy egyre jobb, hiszen természetesen ehhez azért kellett az elmúlt 15 évben sokat dolgozni azon, hogy legyen kellő visszhangja ezeknek a kiállításoknak, de azt hiszem, hogy azáltal, hogy nem zártuk le a tavaszi tárlatokkal a kerület határait, hanem nyitottunk, és hagytuk, hogy olyan művészek is bekerüljenek, akik nem itt élnek, de szeretnék megmutatni magukat. Ezáltal ugye hírét vitték ennek a tárlatnak, és hát a idén az 50-re azt hiszem, hogy az a kerületnek is egy nagyon büszke elismerés lehet, hogy a színvonalunkra való tekintettel az MMA is átad és ítél egy díjat az egyik kiállító művésznek, ami azért a rangját emeli ennek a rendezvénynek. Ezen a nagyon komoly díjon kívül milyen egyéb díjakat osztatok még ki? Elismerésre méltó, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy a helyi önkormányzat két művésznek is felajánl elismerést most már jó néhány éve, ami hát szintén fontos. Nem, tehát azt hiszem, hogy nyilván nem azért dolgoznak a művészek, hogy elismerést kapjanak, de valahogy mégis meg kell, tehát valami izgalmat is jelent, meg hát valamilyen támogatási lehetőségeket is. Nyilván ez nem olyan nagy összeg, de mégis számít, és néhány magán felajánló is van. Vannak személyek is, meg vannak cégek is, akik felajánlanak ilyen díjakat. Most nyílik meg ugye nem csak a tavaszi tárlat, hanem a Pesterzsébeti Művészeti Napok is. Ennek kapcsán néhány olyan rendezvény, amihez kapcsolódnak, tudna egy néhányat említeni? Igen, hát nagyon fontos az, hogy
tulajdonképpen 2003 óta kialakítottuk azt a rendszert, hogy a tavaszi tárlat egyben a Pest Erzsébeti Művészeti Napok megnyitója is. Itt arról van szó, hogy Pest Erzsébeten ugye a képzőművészeti élet mellett a zenei élet azt hiszem, hogy nagyon magas színvonalú, gondoljunk tényleg a zeneiskolára és az ott folyó tevékenységre, és igaziból a vizuális művészethez kapcsolódik az, hogy a művészeti napok ez egy hónapot ölel fel, és ebben az egy hónapban a Rátkai Átló Galériában gyakorlatilag hetente 2-3 program van. A zeneiskola tanárai, növendékei, közös, egyéni, a kerületi, városi vegyeskar, tehát nagyon összetett és gazdag program szokott lenni. És igaziból ugye ezt a rendezvényt egy záró esemény szokta lezárni, ami szintén koncerttel zárul, és akkor szoktuk kihirdetni a tavaszi tárlat közönség díjasát. Ugye az összművészet, mint olyan a művészetek egymáshoz kapcsolása és egymás felemelése, segítése az napjainkban kezd hál' Istennek divatossá válni, és ugye pont a képzőművészet és a zene is nagyon jól kapcsolható, nem csak a képzésben, hanem kész kiállítások, rendezvények kapcsán. Nyilván, ha mondjuk egy kiállító helyiségben élő koncertet adnak, az már egy összekapcsolódás. Esetleg a későbbiekben, hiszen most 50 év eltelt és következik a következő legalább 50. Vannak-e olyan tervek esetleg, hogy még esetleg szorosabb, intenzívebb módon is összekapcsolni ezt a két művészeti ágat? Tulajdonképpen ez már most is működik valamelyest, hiszen ha emlékeznek, remélem páran, volt a reformációhoz kapcsolódó kiállításunk, aminek a megnyitóján az a balett program, amit Góbi Rita társulata készített, az konkrétan a képek, tehát a művek megnézése során, a művésszel való konzultáció során született, és ez azért izgalmas, mert hát mi is láttuk azt, a zenét együtt választották ki, ugye a Wagnernek ezt a részletet. Tehát, hogy egy ilyen közös gondolkodás folyt, aminek a megnyitón végül is láttuk az eredményét, és most jelen pillanatban már készülünk jövőre a Trianon Anzix című kiállítással, ahol egy ugyanilyen terv van kialakulóban. Hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de azt látom, hogy a parlament alelnöke az hasonló képpen, mint ahogy én is, például most futva érkezett, hogy ide érjen erre az időpontra, ami nem azt jelzi, hogy az ideje olyan tágra szabott, hanem inkább talán azt, hogy az is kevés, ami a nagy 24 órájából rendelkezésre állhat, tehát pont az a 24 óra, ami nem elegendő idő egy napi feladat elvégzésére. És tegnap épp a feleségemmel beszélgettünk erről, hogy neveltünk mi már kisgyerekeket az elmúlt években, és hála jó Istennek most is, de minthogyha az évek múlásával, amellett, hogy persze rajtunk ez nem látszik, valahogy az időnk mégis kevesebb lenne, a rendelkezésre álló idő kevesebb lenne, hogy a nap 24 órája nem elegendő, pedig ugyanazokat a fajta tevékenységeket végezzük, például a gyerekek nevelése kapcsán, és egyébként ugyanúgy eljárunk dolgozni, és próbáljuk fenntartani a társadalmi és családi kapcsolatainkat, csak egy valamire nem jut igazán idő, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a szabad idő megfelelő kihasználás, hogy hova tűnt a szabad idő. Tehát én nem értem, hogy miért van ez. Lehet, hogy aztán Istvántól meg fogom kérdezni itt a köszöntők után, hogy neki hova tűnt a szabad ideje, lehet, hogy ő egy frappánsabb választ tud majd adni nekem erre, mint ahogy azt én nem tudom most önök elé tárni, de az önök véleményére is egyébként kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban. Egyfajta megoldást azért próbálgatunk, és immár elhangzott, hogy hosszú évtizedek óta, például a tavaszi tárlat az már 50 éve alkalmas erre, hogy a szabadidőt
biztosítsuk önmagunk számára. Ez itt például Pesterzsébeten a művészeti napok rendezvényei, úgyhogy kérem a jelenlévők és a tévén keresztül bennünket esetleg nézők, szánják rá azt a néhány órát, azt a kis időt, amit ki tudnak szorítani, és vegyenek részt ezeken a programokon, hogy meg tudjunk pihenni, meg tudjunk állni, és kilépve egy kicsit a hétköznapok taposó malmából, ebből a úgymond idézőjelben elvetett hajszából, gondolkodjunk együtt, használjuk ki a szabadidőnket hasznosan. Nos, remélem, hogy a művészeti napok rendezvényei erre lehetőséget biztosítanak valamennyünk számára. Elmondtam a nejemnek is, hogy ha már innen indultam, ide kanyarodnék vissza, hogy el kell jönnünk néhány programra, hogy helyes választ tudjunk adni a magunknak feltett kérdésre, és én nagyon remélem, hogy hasonló látogatottsággal és népszerűséggel fognak zajlani ezek az események, amelyeket a meghívóban, illetve a plakátokon is láthatnak, és ugyanolyan büszkék leszünk majd erre az egy hétre, mint amilyen büszkék vagyunk a mögöttünk hagyott 50 esztendőre, illetve azokra az évtizedekre, amelyekre jellemző volt, hogy a galéria, illetve a múzeum szervezésében ezek az események lezajlanak itt Pesterzsébeten. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást és időtöltést az idén többnyire zenei programokhoz, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz majd a Szent Erzsébet templomban tartott vagy tartandó előadás is, úgyhogy remélem, hogy minél több alkalommal lesz lehetőségünk találkozni. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal a Pesterzsébeti Művészeti Napokat megnyitom és útjára indítom. Kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves sporttársak, kedves barátaim, engedjétek meg, hogy immár hagyományosnak nevezhető sportgálán köszöntselek benneteket, és Pesterzsébet önkormányzat annak képviselő testülete nevében megköszönjem minden sportszeretőnek azt a munkát, azt a tevékenységet, amit az elmúlt év során itt Pesterzsébeten az egészségünkért, a sportos életmódért folytatott, és munkában, szorgalomban, energiában a közösség asztalára tett. Természetesen elsősorban a sportvezetőket, edzőket köszöntöm, de a mai alkalom kiemelte mégiscsak a fiatalokról szól, hiszen az elmúlt évek, most már mondhatom évtizedeknek tudatos építkezése az, amire ma is egy jó példát, illetve több példát is fogunk látni. Az a fajta utánpótlás nevelés, amelyre itt sokan tették fel a munkájukat, sőt, mondhatnám akár az életüket is. Nem akarok itt név szerint természetesen senkit sem sztárolni, de ugye Harolt János úr mellett nem mehetünk el, hiszen most már több mint három évtizede tartja fenn az egyesületet, amely számtalan szakosztállyal működik és bővül folyamatosan, és nem utolsó sorban itt is a cél az utánpótlás nevelés, és nem csak a futballról beszélek, hanem megemlíthetem a birkózást, ahol fantasztikus eredményeket értünk el, nem egészen 10 esztendő alatt, úgyhogy itt meg Losonci Otto urat említem meg, de a kajakkenu szakosztályról, ami még csak 1-2 éve működik, is ugyanilyen dicsérőleg lehet beszélni, vagy mindazokról a közösen szintén elért eredménynek tekinthető létesítményekről, amelyel próbáltuk ezt a fajta munkát, tevékenységet megkönnyíteni, és minél szélesebbre nyitni a lehetőségeknek a tárházát. Ilyen az uszoda, ilyen a jégcsarnok,
az előbb említett vízisporttelep, a kajakkenu kapcsán, vagy akár említhetném azokat a szervezeteket és egyesületeket, amelyek nem az SMTK szakosztályaiban, hanem azon kívül tevékenykednek, vagy azokat az egyéni versenyzőket, akik családjuk és részben az önkormányzat szponzorálásával, közreműködésével hoznak dicsőséget, nem csak a pesterzsébetiek, hanem valamennyi magyar számára. Úgyhogy ez egy nagyszerű lehetőség, a mai találkozás. Minden évben jól sikerül, hiszen fehér asztal mellett aztán itt a sportszeretők, sportolók, sportvezetők gondolatokat tudnak cserélni, tapasztalatot, és egy baráti kapcsolatrendszer is kialakul. Nem tudom, hogy más kerületekben van erre példa, azt gondolom, hogy talán igen, sőt nem gondolom, remélem, hogy talán igen, mert itt nálunk ez bevált, és ezért jár a köszönet. A teljesítményért, amit pedig elértek különféle sportágakban, jár az az elismerés, amelyeknek az átadására hamarosan sor kerülhet. Ha megengedik, akkor valamennyiünk nevében meggratulálom a légtornást, hiszen itt mi is néhányan az asztal végén csodálkozva néztük a produkcióját. Én szeretném is javasolni elnök úrnak, hogy úgy tudom, a szabadidő szakosztály, amely viszonylag még jó kondícióban van, lehet, hogy a labdakergetés helyett ezt a légtornászást is beiktathatná a tevékenységi körébe. Kérem, hogy próbálja az 50 pluszos barátainkat rávenni erre, hiszen, mint látható volt, ez mindenki számára közös élményt és látványosságot jelentett. A véleményem szerint, ismerve a szakosztály tagjait, biztos, hogy hasonló eredményt érhetne el vele, sőt, még talán többet is, mint akár a fotballal. Egyébként, ha már fotball, akkor egy megjegyzésem van. Tegnap szinte sorsdöntő mérkőzést vívott az SMTK, döntetlen lett az eredmény. Van még remény arra, hogy magasabb osztályba kerüljünk, úgyhogy Dani, mindent bele, hajrá SMTK, és hajrá mindenkinek, aki itt van a mai napon, és még egyszer önkormányzatunk és képviselőtestületünk nevébe újfent megköszönve a jelenlévők munkáját és teljesítményét, és talán az utolsó mondat zárásképpen, hogy köszönjük a felkészítő sportvezetők, tanárok mellett elsősorban a szülőknek, hogy igenis hozzák a gyerekeket, viszik versenyekre, és ott vannak, és támogatják az egyesületeket, támogatják a szakosztályokat. Köszönöm a figyelmüket. Legelőször, ami küzdősporttal kapcsolatos volt, az birkózás, utána tértem át Thai boxra, ami elkezdett ütés és rúgó technikás versenysport lenni, és onnan jött a kempó, aminek a kettőnek a ötvözete. Mondjuk miért nem volt elég jó a Thai box, miért kellett átváltani a kempó? Mi az, ami hiányzott, vagy mi az, amit a kempó tudott megadni a helyet? A kempó igazából nekem azért tetszik jobban, mivel ott van ugyebár birkózás, amiben nekem nagyon nagy előnyöm van a másik kempós társaimmal szembe. Mert ugye... ez mi az? A birkózás, hogy ütök, közel megyek, és onnan leviszem őket földre, és nagyon sok pontot lehet onnan szerezni. Tehát, hogy ebben jobb vagy, mint esetleg sokan mások? Igen, igen. És ez miknek köszönhető a képességeken túl? Gondolom, itt alkati adottságok is számítanak talán. Igen, igazából ez volt az egyik nagy probléma a birkózásban, hogy nekem inkább nem tömör izomzatom van, hanem szárazabb, és ezért sokkal jobban mennek ezek a ütős sportágok, mint a birkózás. Kempóban hogy lehet jobbnak lenni a többinél? Lehet, hogy ez kicsit ilyen naívan megfogalmazott kérdés, de hát, hogyha valaki a legjobbak között van, valamit tud, amit a többiek nem. Igazából valamiben szerintem kiemelkedőnek kell lenni mindenféleképpen, mert az nem elég, hogyha mindenben csak egy szintig jó vagy. Valamiben biztos, hogy sokkal jobbnak kell lenned, és az az egyetlen esélyed van, úgy kell okosan technikázni, és azt használni, és mindent az előnyödre fordítani. Mennyiben gondolkodás a tempó az egyéb mozdulatokon, meg izmon és technikán kívül? Nagyon sok, mivel ez a sportág, ez nagyon sok intelligenciát igényel, szerintem, mert nagyon sok technika van, amit be kell tanulni, és a reakció nagyon, nagyon rövid időnk van, hogy gondolkozzunk. Nagyon sok múlik a reakció mindig. Egyfajta ösztönös odafigyelés, hogy vajon mit fog lépni az ellenfél? Persze, persze, meg kell figyelni mindig a lépéseit, és például egy technikát mindig elő kell készíteni, hogy sikeres legyen.
Sokszor esetleg egy-egy véletlenen is pillanaton is múlhat egy győzelem, ugye? Hogyne. Nagyon sokszor van úgy, hogy véletlenül valaki üt, és az betalál. Egy nagyon nagy erejű, ilyen úgymond parasztlengő. Melyik volt az a győzelem, talán nehéz választani, amire a legbüszkébb vagy, és hogy igen, mi miatt pont az? A világbajnokság, ami Magyarországon volt, Kempó világbajnokság, abban állóharcban és földharcban egyaránt aranyérmes lettem. Nagyon sok ellenfelem volt, és iszonyat sokat tanultam az egészből. Melyik volt talán a legnehezebb küzdelem ezek közül, amik elvezettek az úton az első helyezésig? Állóharcban a döntő. Ott nagyon sokat kaptam én is, de igazából nagyon élveztem, de tényleg az összes pillanatot a világbajnokságnak, és hatalmas élmény. Nyilván, aki csinálja a Kempót, az tudja a választ, én nem csinálom, amiatt kérdezem meg. A Kempóban mik azok a legmagasabb pillanatok, vagy mi az, amit ad, vagy mi az, amitől ezt jó csinálni? Igazából a Kempó az egy olyan úgymond életérzést ad, amiből tudja az ember, hogy valahova tartozik, és hogy ezek miatt elért valamit az életben. És ez nagyon jó dolog, nagyon jó érzés valahova tartozni. És valami miatt mindig tovább lépsz, nem elégszel meg azzal, ami van, vagy talán mindig más érdekel, ugye amiatt mondom ezt, hogy előzetesen beszélgettünk, és mondtad, hogy nem biztos, hogy a Kempónál maradsz, hanem mész tovább. Hova is, ennek mi az oka? Szerintem egy MMA egyesületbe, mivel engem ez nagyon érdekel, és a birkózó múltam nagyon segíti ezt az utat, és hát természetesen azért szeretnék mindig váltani, hogy tökéletesítsem magam mindenféle téren. És hogyha mondjuk eljutsz egy adott téren a tökéletesítéshez, utána megint mész tovább? Valószínűleg igen. 16 áprilisában alakult szakosztályunk, és azóta vagyok szakosztályvezető és edző. Hogyan lesz valakiből szakosztályvezető az edzősködésen túl? Általában ez azért itthon szorosan járt, tehát az egyesületek nagy részében a szakosztályvezető az edző is, ritka az, hogy külön választódik ez a szakma. Először edző valaki, és akkor ha szerencséje van, vagy érez magában annyi affinitást, akkor szakosztályvezetővé válik. Szakosztályvezetőként mennyi lehetősége van arra, hogy megváltsa kicsit a világot? A magam szintjén van, de ezzel mindig tisztában kell lenni, hogy mi az a szint. Utánpótláskorú gyerekekkel foglalkozunk, úgyhogy nekem ez a színterem, a másik két edző kollégámnak is, úgyhogy megpróbálunk a kicsiknél világot megváltani. Mi az, amit küldetésének tekint ebben az egészben? Hát ez jó kérdés. Mindenképpen, hogy mondjuk a sportágunkat megszerettessük a gyerekekkel, mind a mellett próbáljuk nevelni is őket, hogy ne az iskolában, meg otthon kapják meg csak ezeket a remélhetőleg pozitív benyomásokat. De alapvetően az, hogy mondjuk életük végig megszeressék ezt a sportágat, barátjaik, haverjaik legyenek, tanulják meg tisztelni a felnőttet, tisztelni a gyerekeket. Igazából szerintem ez a fontos manapság. Nyilván, ugye aki csinálja, azt tudja igazán, de hogyha meg lehetne fogalmazni, hogy a kajakkenuban mi az, ami izgalmas, vagy mi az, ami bekapja, behúzza az embert, az vajon micsoda? Mindenképpen a természet közelségét mondom. Azon kívül, hát szerintem a férfiaknak, kisfiúknak azért imponál, hogy láthat férfi kajakosokat, azért az megjelenés kölcsönöz. Lányok elképzelhető, hogy a fiúk miatt jönnek le elsőnek, de az is lehet, hogy csak egy barátnő miatt. Talában nem akar ránya milyen? Javarészt inkább fiúk járnak hozzánk, tehát mondjuk úgy 10 fiúkból egy olyan 2-3 lánya, többi pedig fiú. És annak köszönhetően, hogy hál' Istennek ez egy sikeres sportág, azt jelenti, hogy nincs hiány jelentkezőkben? Igen, gyakorlatilag toborozni nem kell nekünk elmenni. Most egy olyan közel 80 gyerek jár hozzánk, per pillanat az egyesület többet nem is bírna nagyon el, vagyis a munka rovására menne, ha többen lennénk, de egy szó mint 100 vonza a gyerekeket a sportág, igen. És edzősködés és szakosztályvezetés mellett jut-e ideje aktívan is űzni a kajakkenuzást, vagy most már inkább csak mutogatja, hogy kell? Az utóbbi 2-3 évben sajnos már csak a motorosban ülök, de előtte volt. A szakosztályvezetés az elég sok időmet elveszi. Úgyhogy ennek a családom, kislányom is kicsit megissza a levét, de most már csak a motorosban ülök, igen. Ez a sportág egyébként hány éves korig űzhető? Nyilván egyénileg is változó, de gondolom van valamilyen átlag életkor, amit úgy szoktak. A legfiatalabbak általában 8-9 évesek. Ki kell alakulni azért egy mozgáskultúrának. Hát viszont, ahogy az imént említettem, gyakorlatilag 80 éves korig űzhető, viszont versenyszerűen az a tapasztalat, hogy olyan 35, ha valakinek nagyon jó genetikája van és szerencséje, akkor egy olyan 40 éves korig azért ez magas szinten űzhető.
Említette a genetikát, melyek azok a fizikai alkati adottságok, amik előnyt jelentenek, vagy esetleg elvárás is a sportágban? Elvárás nincs, nálunk legalábbis nincs, de ami előny, mindenképpen ugye fizikai sportágról, állóképességi sportágról is beszélünk, tehát ha az embernek egy olyan genetikája van, akár szüleitől, akár Isten adta tehetség, hogy borzasztó jó a keringése, nagyon hosszú a karja, viszonylag erősebb, hosszabb a törzse, akkor gyakorlatilag alkalmas lehet erre a sportra. Általában két végletes esetben fontos, de talán minden esetben elemezni, hogy valamit az ember jól csinál-e vagy sem. Ha nagyon jó benne, azt is fontos tudni, hogy mitől, meg hogy lehet még jobb, meg ha nagyon nem megy, hogy vajon mitől. Mitől vagyunk mi nagyon jók ebben a sportágban, és mitől lehetünk még jobbak? Hát, ha gondolkodjam egy picit. Mindenképp az edzői munka, a stáb, gondolok itt a szövetség munkájára is. Van itthon egy múltja ennek a sportágnak. Hála jó Istennek, ugye nagyon-nagyon régóta hozzuk az érmeket világversenyekről, úgy Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpiákról is. Tehát alapvetően a csúnyát mondok, de a mézes madzag az mindig ott van a gyerekek előtt. Na most, ha van egy utánpótlás bázis, ami azért célunk, hogy növekedjen, úgy a szövetségnek, mint most az SMTK szakosztálynak is, akkor lesz utánpótlás is. Tehát a nagyszámok törvénye alapján kijönnek ügyes gyerekek. Ez úgy működik egyébként, hogy ha 2-3 ügyes gyerek találkozik egy egyesületben, ahhoz azért csapódik másik 3-4, aki lehet, hogy még az elején nem ügyes, de utána azzá válik. És akkor így gyakorlatilag már ott tartunk, hogy lehet, hogy egy korosztályban 5-6 gyerek alkalmas arra, hogy adott esetben korosztályos válogatott legyen, ami mondjuk nevezzük annak, hogy bejárata annak, hogy igen, bejárata ahhoz, hogy felnőtt korában is azért sikeressé váljon ebben a sportágban. A kajakkörben nem csak szóló van, hanem nagyon sok esetben többen ülnek abban a hajóban. Ennek ebből kiindulva is teljesen laikusként kérdezem, mennyire fontos a sportszerű nevelésen túl az, hogy valahogy az a fajta közösségi összeszoktatás, vagy az, hogy maximálisan egymásra utaltak tulajdonképpen. És nyilván föl vannak osztva a szerepek, de hogy ez ad-e valami pluszt a kiképzéshez? Már kiskortól kezdve edzünk úgy, hogy csapathajóra. Tehát amire ön gondolt, teljesen jogosan az a páros és a négyes hajók, kajakban nincsen más az egyesen kívül. Ezt már kiskorban el kell sajátítani ennek egyes, hogy a lélektanát, másik az, hogy a technikáját. Tehát... Mennyiben különbözik az egyénitől? Nagyon? Gyerek hozzáállás függő is. Van, akit sajnos képtelenség rávenni, hogy csapathajóba menjen. Ez a ritka. De nagyjából ez megy. A technikailag annyi, hogy össze kell szokni gyakorlatilag. Van olyan, hogy az ember ránéz két gyerekre, amikor beülnek egy hajóba, és azt mondja, hogy ez harmónia, ez harmonikus, ez jó nézni. Viszont lehet két nagyon ügyes gyerek is, vagy akár felnőtt, a legjobbak, és beülnek párosba, volt már erre rengeteg példa, és egyszerűen nem működik. Tehát azonosnak kell lenni a ritmusnak, nagyjából a stílusnak is, hogy azt mondjam, és azért egy hajóban ülnek, tehát lehet, hogy közhelyes, de azért összhangban kell lenni. Melyikből nehezebb az átjárás, a szólóból a párosba, vagy a párosból a szólóba? Mindenki egyesben kezdi. Biztos, hogy egyes hajóba ül először, és akkor utána lehet belőle csapathajó. Hát, azt mondom, hogy mindenképp az első lépés az egyes, ha ott sikereket ér el, vagy adott esetben nem ér el sikereket, mert van egy versenyrendszerünk, benevezi az edzője párosban, ott tud el sikereket elérni, így már teljesen más utat vesz az ő karrierje, mert az első tapasztalata az, hogy ő párosban sikeres. Akkor biztos, hogy egy életre megszereti a csapathajót, ha csak nem olyan párral kerül össze, vagy olyan edzővel, akik mondjuk azért ritka, de esetleg egy picit megutáltatja vele. Van olyan, aki csak csapathajóban ér fel párosban vagy négyesben a csúcsra, egyesben nem. Tehát adott esetben még egy világverseny indulási jogát sem vívja ki. Ennek különböző okai vannak, van egy válogatási rendszer itthon Magyarországon, ami véleményem szerint jól működik. Gyakorlatilag azért ez időnként változik. Mindig annak megfelelően, hogy milyen éppen az adott felhozatal versenyzőkből, legyen az férfi vagy női szakág. Tehát nem lehet kijelenteni, hogy aki sikeres egyesben, az párosban is az lesz, és fordítva. Nincs erre szabály. És szakosztályvezetőként, illetve edzőként hány éves célokban gondolkodik? Vannak rövid és hosszú távú céljaink is, lehetőségeinkhez mérten. Elsősorban mindig én tehát
kis lépésekben gondolkodunk, mindig felépítjük az egész évet, és gyakorlatilag egy évben egy embernek, egy gyereknek vagy egy felnőttnek is mondjuk 2-3 fontos versenye lehet. Ahhoz időzítjük a formát, az edzés mienségét, minőségét, mennyiségét, és ha mindezek megvannak, akkor szépen haladunk előre az évben. Ezek gyakorlatilag a speciális egyénre szabott célok. De gyakorlatilag ugye szakosztályvezetőként az egyesülettel is foglalkoznom kell, amit szeretek is. Ott pedig évre tekintek előre, tehát hogy mi mondjuk az év végére kitűzött cél, úgy eredményügyileg, úgy logisztikailag, úgy a vízitelepünk mienségével, taglétszám, stb. Ez, amire most pillanatnyilag a legbüszkébb? Hogy 3 éve azért tudunk működni itt Erzsébeten, évről évre sikeresebbek vagyunk, ami a bajnoki pontversenyben is látszik, illetve a korosztályos válogatottak számában is. Tavaly is volt 2, egy fiú, egy kislány, aki korosztályos válogatottá tudott válni. Egyre jobban stabilizálódik azért a nagyobb korosztályunk is, most már ifikkel is foglalkozunk. Reméljük minél tovább tudjuk vinni őket. Személy szerint? A csapatomra vagyok legbüszkébb, 2 kollégámra, hát és azért a családomra, akik, főleg a kislányom, sajnos őt kevesebbet látom, mint a mások gyerekeit, úgyhogy arra büszke vagyok, hogy ők kitartanak mellettem, igen. Én úgy gondolom, hogy ahhoz valaki jó birkózó legyen, igazából szeretnél kell ezt a sportot, és a benne lévő talentumot ki kell, hogy hozza, és bele kell adnia azt, ami benne van, és sok munkát kell ehhez végezni, hogy valaki jó birkózó legyen, és az ő tehetségét kell igazából megmutatni, hogy ő mit tud belevinni a birkózásba. Ha ez sikerül, akkor valaki jó birkózó tud szerintem lenni. A birkózás egy nagyon komplex sportág, én azt mondom, szóval tényleg nagyon összetett. Erőálló képesség, technika, fejbe szól a fej is, hogy mentális képességek, hogy jó kell, hogy legyen fejbe is az ember. Jó, hogyha laza és rugalmas, szóval egy tényleg az erő oldaláról is, és mind a mentális téren is tényleg jó kell, hogy legyen az ember. Szóval nem elég, hogy valaki erős, tényleg jó kell tudni koordinálnia magát, jól kell tudnia, hogy mozogjon a szőnyeg, hogy valaki ki tudjon teljesedni, én azt mondom. És mi az, ami önt megfogta ebben a sportágban? Igazából én ugye 11 éves koromban kezdtem el birkózni, akkor alakult az SMTK birkózó szakosztály. Igazából nekem elejétől fogva tetszett, szóval ugye eleinte még csak az alapokkal kezdtünk, de engem egyből magával ragadott úgymond a sporták, szóval az első edzések alkalmával már nagyon tetszett. Mi az, ami tetszik benne, mert mindenhez kapcsolunk valamit, mondjuk a cigarettánál, van, aki azt szereti, hogy mondjuk beleszív a cigarettába, mondjuk lehet, hogy a súlyemelésnél bemegy és megcsapja az edzőterem szaga, és abba szeret vele. Tehát van ilyen bizonyos dolog, amit meg lehet mondani, így konkrétan megfogalmazni, hogy mi az? Én azt mondom, hogy főleg az SMTK-ban én azt mondom, hogy jó a közösség, nagyon jó közösséget építettünk az elmúlt évek alatt, és maga a közösség is szerintem ott tartott. És mi az, ami a legnehezebb vajon ebben a pályában? A legnehezebb? Igazából úgy nem tudnék kiemelni úgy igazából semmit. Hát maga a sportág ugye nem egy egyszerű sportág, de bármilyen élsportról beszélünk, semmelyik nem egyszerű. Meg kell szerezni bizonyos képességeket, hogy az ember végre tudjon hajtani bizonyos akciókat. Ha ez megvan, akkor megy, de hát ez ugye rengeteg gyakorlás kell, ami ugye mindenhol így van, hogy gyakorlás. Szóval, hogy olyan készségszinten tudjuk, hogy amikor ott van az éles szituáció, akkor úgymond hirtelen elő tudjuk venni és használni tudjuk. Ez hozzátartozik, hogy egy életforma, szóval ezt nem lehet azt mondani, hogy ez úgy van, hogy fölkészülök egy hónap alatt egy versenyre, és akkor utána meg pihenő, meg stb., hanem ez egy olyan sportág, hogy ez egész évbe fut. Nekem már lassan ugye 13 éve folyamatosan, szóval itt nincs megállás. Van egy hetes, két hetes pihenő maximum, ha van, de az is igazából a december időszakban talán egy nyár fele szokott lenni, de igazából nincs megállás, szóval folyamatosan tolni kell a szekeret, mert ha megáll az ember, akkor azért vannak, akik szívesen átveszik az ember helyét. Állandó készenlétben kell lenni? Igen, teljes mértékben. És ez mindig könnyen megy? Állandó készenlétben lenni? Én azt mondom, hogy mint mindenhol, aki szereti, amit csinál, annak könnyen tud menni. Ha valaki nem szereti, akkor ez nagyon nehéz sport. Szóval akkor most megadom a választ, hogy
mi a legnehezebb, ha valaki ezt nem szereti, akkor ez nagyon nehéz sportág. Akkor ezt nem ajánlom akkor senkinek. Párosban is és egyéniben is nagyon-nagyon szép eredményeket értél el eddig. Melyik a nehezebb neked, a páros vagy az egyéni teniszezés vajon? Szerintem az egyéni azért nehezebb, mert ugye ott csak magunkra vagyunk hagyatva, és ugye az edző sem igazán tud segíteni, mint a többi sportágban. Ez az egyetlen sportág szerintem, ahol az edző nem igazán tud segíteni. És párosban legalább ott van ugye a párom, akivel meg tudjuk beszélni a taktikát, és hogyha nekem épp nem úgy megy a játék, ahogy szeretném, akkor ki tud segíteni a partnerem. Egyébként, de lehet, hogy butaság, amit kérdezek, csak érdekel meg. Nem tudom, hogy az idő után az ember eldönti, hogy ő most csak egyéni, vagy csak párosban megy, vagy ez végig tartható együttesen? Általában mindenki játszik egyénit is, és párost is. A Grand Slameken felnőttben ott van vegyes páros is. És igazából szerintem a páros az sokat tud segíteni az egyéni játékban is, és ezért is játsza általában mindenki mind a kettőt. Hogy tudja a páros segíteni az egyénit? A páros az sokkal gyorsabb, és reflexekre szükség van, és az mindenféleképpen tud segíteni utána az egyéni játékban is. Viszont akik tényleg így a legjobbak az első háromba, ők általában nem játszanak már párost, mert ők az egyénire szeretnek koncentrálni, de vannak, akik pedig egyéniben nem szeretnek annyira játszani, és csak párost játszanak. És itt megvan az elképzelés, vagy inkább valószínűleg a páros lesz az? Én mind a kettőt szeretném játszani, szerintem egy picit jobb vagyok párosban, szóval én úgy érzem, hogy ott jobb eredményeket tudok elérni, de mindenféleképpen az egyénit is szeretném folytatni. Mi vajon ma az, amitől egy teniszező ki tud emelkedni a többi közül? Lehet, hogy nyilván ez bonyolultan is megfogalmazni, egyszerűen is megfogalmazni, nyilván mindenki, aki teniszezik, erre törekszik, de vajon mi lehet az? Hát igazából ez egy nagyon összetett sport, nagyon, nagyon fontos az is, hogy tehetségesek legyünk, de az nem minden igazából. Nagyon fontos az, hogy mennyire odaadottan edzünk, és mennyi versenyt tudunk játszani, és igazából a legfőbb dolog, hogy fejben mennyire tudunk oda koncentrálni a meccseken. A fej nagyjából, hogyha lehet 100% arányosítani, hány százalékban dönt a fej, hogy ott vagyunk-e teljesen vagy sem? Nagyjából 60%-ban szerintem, szóval az nagyon fontos, hogy fejben ott tudjunk lenni. Persze nem lehet egy éven keresztül minden meccsen teljesen ugyanúgy 100%-osan játszani, de arra kell törekedni. Nyilván sejtem a választ, de azért megkérdezem, hogy melyik az az eredmény, amire a legbüszkébb pillanatilag? Az Ausztrál Open győzelemre, ami igazából egy teniszező számára a legnagyobb dolog. Persze ezt szeretném felnőttben is elérni, de ez így most már juniorban is egy nagyon szép teljesítmény. Nem azt jelenti, hogy felnőttben is ott leszek, de egy jó jel arra, hogy tovább kell dolgozni, és akkor akár az is meg lehet. Egy ilyen győzelemnél az ember vajon azonnal felfogja ezt a győzelmet, vagy a dobogó tetején állva, vagy még el kell telni egy kis időnek, amíg így eljut az agyig? Én nekem körülbelül egy óra után esett le, hogy ez most tényleg sikerült, és egyszerűen ott nem is hittem el, hogy az a munka, amit eddig beletettem, az tényleg kifizetődött. Apukám megkönnyezte, amikor ott volt, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ennyire büszkék rám. Ez egy kiváló visszajelzés az önkormányzat számára, hogy jó úton halad. Az a folyamat, amiben vagyunk, már jó néhány évre tekint vissza, hiszen tudatosan alakítottuk úgy a kerületi lehetőségeket, hogy az itt élő, itt tanuló fiatalok már óvodás és általános iskolás korban se legyenek lemaradásban más kerületben élő gyermekekhez képest. Annak idején többször is elmondtam, ma már ezt nem kell kihangsúlyoznom, hogy a belvárosi vagy akár budai kerületekben élő gyerekek több lehetőséghez juthattak, mint annak idején itt a Pest Erzsébetiek mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor én a polgármesteri pályafutásomat kezdtem, hiszen jó néhány létesítményünk hiányzott, azok a gyerekek, akik úszásoktatásban akartak részt venni például, legalább a Kölyér utcáig el kellett menjenek, vagy be a Fradi komplexumaiba, ma már ezeket a lehetőségeket helyben tudjuk biztosítani.
ennyi, és az akkor a rendszerváltás környékén talpon maradt egyesületek közül az SMTK a maga lehetőségeivel igen széles skálát tud most már felmutatni a sportválasztásban. Szintén úgy tudnék fogalmazni, hogy még nagy egyesületek maradtak életben, addig a kicsik közül valami kevesen. Ezek közé tartozik az SMTK, és most már az a több mint 100 év, amit maga mögött tudhat, tiszteletet parancsol, és tiszteletet parancsol az a teljesítmény is, amiről itt ez alkalommal is be lehetett számolni, és most már nem az első olyan fiatal generáció, hanem a többedik ez alatt, a negyed század alatt, amelyet elismerésben tudunk részesíteni, és akiknek a teljesítményére büszkék vagyunk azért. A elhangzott itt a polgármesteri dicséret kapcsán a teniszező hölgy, fiatal hölgynek a neve, szerintem az fantasztikus eredmény, amit ő elért a teniszvilágában, de ugyanilyen fantasztikus eredmény, amit a birkózók elértek és elérnek, és a legszívet melengetőbb, amikor azt látjuk, hogy óvodáskorú gyerekek szüleikkel közösen szurkolnak, versenyeznek és eredményeket érnek el. Komoly munka folyik itt, vagy nem került itt megemlítésre, de hát itt van Horkai György, aki olimpikon vízilabdázó, és ő is gyerekekkel foglalkozik, lehetőséget biztosít munkájához a Pesterzsébeti úszoda. Itt van a jégcsarnok, ahogy azt említettem itt a köszöntőben. Tehát mi próbáltunk egyfajta elképzelést felvázolni, és azt tartalommal megtölteni. Ma is folyik ez a munka, hiszen a fotballpályáink korszerűsítése, a műfűves fotballpályák megépítése zajlik. Jelen pillanatban is a csónakházak felújítása folyik, amellett, hogy egy részükből kikapcsolódásra, szórakozásra is helyszínt biztosítunk, megőrizzük azt, amire eredetileg is épültek, vagy ha közvetlen a sporthoz ilyen értelemben nem is tartozik, de mégiscsak ott van a Pesterzsébeti strandfürdő, amelyet biztos, hogy a mi sportolóink is fognak tudni előszeretettel használni, a főváros és a pesterzsébeti lakosok mellett. Ez mind-mind abba az irányba mutat, amit célként kitűztünk magunknak, hogy igenis legyen lehetőség a mi fiataljainknak is egészséges életmódot folytatni, úgy felnőni, hogy ne kelljen a kerület határait elhagyni ahhoz, hogyha a szervezett körülmények között szeretnének sportolni, de emellett még a szabadidő sporttevékenységhez is vannak helyszíneink, és én nagyon bízom benne, hogy azok a bizonyos kis sportparkok, amelyeket pályázati pénzből remélhetőleg megvalósítanak. Megnyertük, már több mint egy éve várunk arra, hogy a közbeszerzési eljárások befejeződjenek, és ezek a létesítmények megépüljenek. Ez majd 10 pontján a kerületnek fog beteljesedni. Ott van a két fit park, amit megvalósítottunk. Ez mind-mind ugyanazt a célt szolgálja, és remélem, hogy ezt a lakosság is érzi, értékeli. Ha másból nem, hát abból azért biztosan tudom, hogy így van, hogy sokan használják ki ezeket a létesítményeket, és nem csak a hétvégeken, de hétközben is. Szokta gyakorta emlegetni, hogy ön mindig egy kicsit elégedetlen, ami tulajdonképpen a dolga is, hiszen így lehet aztán mindig följebb és följebb lépni és fejleszteni. Van-e olyan sportág esetleg, amit a közeljövőben szeretnének fejleszteni, vagy komolyabb lehetőségeket biztosítani nekik a későbbiekben? Hát, hogyha külön sportágat nem is emelnék ki, azt mindenféleképpen, hogy bár lennénk olyan helyzetben, mint más települések, vagy akár más egyesületek, nagyon komoly TAO pénzeket, nagyon komoly pályázati pénzeket nyernek központi forrásokból. Mi ebből a szempontból egy kicsit hátrányos helyzetben vagyunk, meg kell mondani, és azok a fejlesztések, amelyek egyébként itt megvalósultak, azok kezdetek kezdetén önkormányzati forrásokból indultak el, lásd az uszoda, lásd a jégcsarnok, tehát mi
mi elébe mentünk úgymond, és hamarabb értettük az idők szavát, mint más település, miközben a főváros kerületei közül azért nem mondhatnánk azt, hogy mi dúskálunk a földi javakban, sőt éppen inkább az ellenkezője, de mivel ez egy közös képviselőtestületi elhatározás és szándék volt, amit politikai pártállástól függetlenül a mindenkori képviselőtestületek tudtak támogatni, ezért jutottunk oda, ahol vagyunk, de azzal még számunkra a sors adós, hogy nagyobb összegek is megjelenjenek, úgy, ahogy az akár mondjuk Mezőkövesd esetében, vagy Budafok esetében, hogy fővárosi kerületet is mondjak. Remélem, hogy egyszer nálunk is beköszönt majd az a korszak, amikor a saját erőinken kívül további plusz forrást tudunk bevonzni a kerületben.